Engem Szabados Ágnesnek hívnak, és Westergom tanárúra együtt a Kémiai Intézet az egyik oktató-kutatója vagyok. Az alkímia ma kvízt, azt remélem, hogy most már mindenki kitöltötte. Riedel tanár úr beszélt a korábbi alkalommal a fényről. Van-e még bárki, akinél kvíz van? Hogyha van, akkor azt szeretném majd kérni, hogy a bevezető után adjuk ki a padnak a legszélére, és én össze fogom gyűjteni, jó? Igen, azért nagyon fontos a kvíz, mert most először valami újdonság lesz a kvízjáték kapcsán. Egy jutalomkönyv osztásra kerül sor az első három alkalommal kitöltött kvízek eredményei alapján. A legjobb három kitöltő kap jutalomkönyvet. Nem véletlenül esett a választás ezekre a könyvekre, amiket itt látunk. Az első témájában kapcsolódik az alkímia ma idei évadában elhangzott előadásokhoz. A másodiknak pedig szeretettel itt üdvözölhetjük a szerzőjét közöttünk, aki szintén az alkímia sorozat idei évadának egyik előadója volt. Mindig meg szoktuk említeni a társ programjait az alkímia sorozatnak. Az egyik Róka tanár úr, akit itt a kísérletezőként üdvözölhetünk a mai alkalommal, mint már olyan sokszor, tartja a közép- és általános iskolásoknak az észbontó és észbontogató sorozatot, a holnapi nappal, a holnapi napon a lélekig hatoló tűz című előadásra kerül sor, ami az általános iskolásoknak a sorozata, és a következő héten lesz a gimnazistáké. A ránk következő alkímiának a kivonatát láthatjuk itt, mindenki eléri a honlapon. Szabó Ákos fog beszélni, aki nem a Kémiai Intézet kötelékébe tartozik, csak tartozott, hallgatónk volt, és azóta polimerkémiát művel a Magyar Tudományos Akadémia kötelékében. A fizikusoknak a megfelelő sorozata az Atomoktól a Csillagokig, amit azt remélem, hogy nagyon sokan ismernek, egy nagyon izgalmas előadást hallgathatunk a következő alkalommal. Az univerzum háromdimenziós térképe. És akkor átadnám a szót Broda Balázsnak, aki pedig nagyon röviden a tudományos diákkörről fog beszélni. Szeretnék én is köszönteni mindenkit. Nem szeretném sokáig húzni az időtöket. Azzal arra kértek fel, hogy beszéljek néhány szóban a tudományos diákkori konferenciáról, mind itt az ELT-n belül, és mind a néhány szóban tényleg csak az országos fordulójáról ennek a bizonyos rendezvénynek. Itt fent láthatjátok, és a legfontosabb információt most szeretnék tudtatokra adni, az az, hogy a tudományos diákköri konferenciának az időpontja és a helyszíne az általunk szervezetnek, az ELTE kémiához kapcsolódónak, az 2015. december 12-én lesz. Azért hittem, hogy reggel, mert mi nem biztos az időpontja, hogy hánytól kezdünk. Ez körülbelül a 8-9 óra magasságában fog megtörténni, és a délelőtt nagy részét fog elvenni, valamint a kora délután elejét esetleg, és erre szeretnék meginvitálni mindannyiótokat, hogyha van kedvetek egy ilyen tudományos, kutatásokkal foglalkozó rendezvénybe bekapcsolódni, akkor ez egy egyszeri alkalom, ahol megtudhatjátok, hogy az egyetemen mivel foglalkoznak az oktatók és a diákok. És picit ez hogy épül fel, ugye? Az egyetemen ugye működik ugyanaz a rendszer, mint a középiskolában, tehát van egy oktatási tevékenység, bejárunk órákra, kurzusokra, előadásokra, gyakorlatokra, és ezen felül a tehetségesebb, szorgalmasabb, ambiciózusabb diákok végezhetnek, vagy bekapcsolódhatnak kutatási témákban is. És ennek a kiteljesedése az, hogy a kutatási témában, amit adott hallgatóra van számva, abból ír egy dolgozatot, ez lesz a tudományos diákköri konferenciára megírt dolgozata, valamint esetleg publikáció, cikk is születhet az adott témából. Mi a TDK, ez a tudományos diákköri konferencia? Ez úgy néz ki, hogy leadunk egy dolgozatot, és ezután ezt szóban is megvédjük, valamint előadjuk, és ezekre kapott kérdésekre válaszolunk. Minden két évente megrendezésre kerül az OTDK, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Ez úgy néz ki, hogy minden évben az egyetem rendez egy házi TDK-t, amin az itteni diákok bemutatják a pályamunkájukat, majd a zsűri eldönti, hogy ki az, akit javasolnak az országos fordulóra, és ez alapján juthatnak ki oda a dolgozatok. Természetesen a házi TDK után még egy véglegesítése történik a dolgozatoknak, a megírt munkának, és ezután az OTDK-n szintén be kell mutatni a pályamunkát.
Annyit csak még az OTT-kel, hogy tavaly volt megrendezésre kerülve Veszprémbe. Erről én tavaly évvégén beszéltem nektek, ha volt itt valaki néhány szóban. Ugye nagyon szép eredményeket értek el az ELTE-s hallgatók, több első, második és harmadik díj született. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, még egyszer szeretném felvillantani nektek azt, hogy mikor lesz, tehát 2015. december 12, egy szombati napnak a reggele délelőttje, és hogy néhány témát hoztam én nektek, hogy nagyjából tudjátok, miről lesz majd szó. Lesznek bizonyos polimerek előállítása, térhálós polimerek, vagy éppen különböző gyógyszerhordozók, lesz szó vízszerkezetének vizsgálatáról, ez ilyen számítógépes modellezéshez köthető, valamint lesz például egy analitikai módszer kidolgozása arra, hogy a mévi azon milyen különböző rovarölőszerek találtak meg, és ezt hogyan lehet kimutatni. Szeretném megköszönni a figyelmet nektek, és mindenkit bíztatok arra, hogy ha van kedve, akkor jelenjen meg majd itt 12-én az ELTE-n. Ez itt lesz a 065-ös teremben, ha minden igaz. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm Szabados tanárnőnek a felvezetést, és Balázsnak azt, hogy beszélt a TDK-ról. Ha tehetitek, gyertek el azon a bizonyos szombat reggelen a TDK konferenciára, már csak azért is, mert aki majd idejön hozzánk, és vegyészként tervezi, hogy folytatja tanulmányait, az itt megnézheti, hogy mi lesz majd belőle később. Nem sokkal később, egy pár év kérdése. No, hát én valóban molekuláris elektronikáról fogok beszélni, és ennek az az oka, hogy... Szerintem szociológusok voltak. Tehát ennek az az oka, hogy most én tartok egy előadást, mert amellett, hogy átvettem Tarcai Gyuritól az alkímia ma előadásokon itt a házigazdálkodást. Én új dolgozója vagyok a Kémiai Intézetnek. Nagyon-nagyon azért nem új, mert én diákként is itt voltam, meg doktori iskolásként is itt voltam. De hát, hogy mondjam, állásban újonnan vagyok. És a doktori közben, meg a között, hogy visszajöttem, én egy évet töltöttem Svájcban a Berni Egyetemen, ahol a molekuláris elektronika témakörével foglalkoztam. Ezért kidekoráltam svájci zászlókkal, meg mindenféle a kutatást finanszírozó granteknek a logóival az első díját. Tehát molekuláris elektronikáról lesz szó. Ebből a kétszavas címből a molekuláris rész az, ami a kémia iránt érdeklődő hallgatóság számára ismerősebben cseng. Az elektronika is van, de hát az elektronikának a működése, a mai működéset, tehát a félvezető alapú elektronikai eszközöknek a működése, az én úgy éreztem, hogy nem jelenik meg kellő hangsúllyal a középiskolás anyagban, legyen az akár kémia, akár fizika anyag, és úgy éreztem, hogy a hallgatóság mindenképpen profitálni fog abból, hogyha én erről is beszélek, talán picit túlsúlyozva a dolgot. Ez egyszerűen azért van, mert én úgy gondolom, hogy ez egy hasznos téma, aminek az alapjainak ismerete kell ahhoz, hogy a molekuláris elektronikát is megértsük majd utána, és hát ez nem csak hasznos, hanem ezt használjuk is. Tehát én ismertetni fogom az előadás első részében a félvezető alapú klasszikus elektronikai eszközök működését, egy picit kémikus szemmel. Ezek után rá fogok térni arra, ami a molekuláris elektronikának a témája, vezet-e egy molekula, hogyha igen, akkor ezt hogyan lehet megmérni. Különböző elméleti módszerekről nem fogok beszélni, vagy csak alig. És utána az előadásnak a harmadik részében pedig arról fogok beszélni, hogy a létező elektronikai eszközünket egy nagyon egyszerű elektronikai eszközzel meg fogunk ismerkedni majd, a diódával és a tranzisztorral. Ilyen eszközöket hogyan lehet megvalósítani molekuláris szinten, jó esetben egyetlen molekulának az alkalmazásával. Hát azt mondtam, hogy a félvezető elektronika alapjaival kezdünk, és talán mindenki tudja, hogy a félvezető elektronika elektronikát azt szilícium alapú elektronikának is szoktuk nevezni, nem minthogyha nem lehetne ezt más alapokon is megcsinálni, van germánium alapú elektronika is, de hát igazából a szilícium előnyös tulajdonságai azt eredményezték, hogy ma a szilíciumon alapuló eszközök kiszorították a
a többit az elektronikai megoldások során. És hát én megnéztem a Sulinet honlapján, hogy mit kell tudni a szilíciumról egy középiskolásnak vagy általános iskolásnak, és hát ott azt írták, hogy a szilícium az egy vegyület formában gyakran előforduló elem, nagyon gyakran előfordul a földkérekben, és mindenféle ásványoknak, köveknek, meg homoknak az alkotó része, főleg oxid formájában. És hát azt is írta a Sulinet, hogy kevesen tudják, hogy a szilícium aztán elemi formában is előfordul, még otthon is. Tehát ezzel az információval most biztosan sikerült meglepnem a hallgatóságot, hogy ez otthon is előfordul. Bizony, szilícium adja a tranzisztorainkat, a diódáinkat, az egyéb bonyolultabb áramköri elemeket, és hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyáltalán kell-e nekünk tranzisztort használni, arra azt mondom, hogy bizony kell, hiszen az itt ülők átlagosan hát 1 milliárd tranzisztort biztosan használtak ebben az évben, ami azt jelenti, hogy most vették meg ebben az évben, per fő. Tehát ez az 1 milliárd, ez fejenként értendő. Tehát a tranzisztor adja a processzoraink, a mobiltelefonjaink, az okostelefonjaink, a számítógépeink működésének az alapját. És hát bizony ebben szilícium van. Azt is olvastam a Sulineten, hogy a szilícium az egy olyan anyag, ami atomrázsban szeret kristályosodni. Én most mindjárt beszélek a szilíciumról. Hát ugye, hogyha nem tudunk egy anyagról nagyon sokat, akkor minden esetre érdemes megnéznünk, hogy ez az elem ez hol foglal helyet a periódusos rendszerben. És azt látjuk, hogy a szilícium a periódusos rendszerben közvetlenül a szén alatt foglal helyet. És azt tanultuk kémiából, hogy az olyan anyagok, amik egymás alatt vannak, hát azoktól hasonló szerkezetet, hasonló tulajdonságokat várunk el. A szilíciumnak is 4 vegyérték elektronja van. De most rajzoltam egy szilícium atomot, méghozzá úgy, hogy így körül van bogyózva a 4 elektronnal, ezt hívják Lewis-féle szerkezeti képletnek, és ezzel biztosan találkozott a hallgatóság a kémia órán is. És hát ugye ilyenkor akkor azt szoktuk csinálni, hogy a szilícium atom köré rakunk további szilícium atomokat, és akkor észrevesszük, hogy ezek az elektronjaikat közösíthetik, és akkor kovalens kötést képezhetnek, és hát akkor kapunk egy ilyen kovalens kötéses rendszert, ami persze nem ilyen sík szerkezet, hanem szép tetraéderes szerkezetű. Remélem, hogy most már működni fog az animációm, aminek a hibája okozta itt az előadás elején a technikai szünetet. Az animációt nem én készítettem, tessék beírni az alsó címet a YouTube-ra, ezt egy spanyol egyetem tanárai vélték jónak elkészíteni, szerintem nagyon jó, hogy megcsinálták, és ott meg lehet nézni az egész filmet, én egy picit most vágtam rajta. Hát, ugye a szilícium ezek szerint egy tetraéderes szerkezetű atomrácsban kristályosodik, és hát, hogyha én most megkérdezem a hallgatóságot arról, hogy akkor vezet-e a szilícium kristály, arra gondolom, azt fogják mondani, hogy hát akkor nyilván nem. Ugye ez az atomrács, ez úgy fest, hogy itt a rácspontokon atomok vannak, és az atomok között kovalens kötések hatnak, és hát azok nagyon erősek, és hát vezetés az nincsen, hiszen nincsen töltéshordozó részecske, amely ráadásul szabad és elmozdulni képes lenne. Igen, ez igaz, méghozzá kis hőmérsékleten legalábbis igaz, viszont abban az esetben, hogyha nagyobb a hőmérséklet, itt a szilíciumban a kötések azok lazábbak, mint a hasonló szerkezetű gyémántnál, és ebben az esetben megtörténhet az, hogy magasabb hőmérsékleten egy elektron kellő energiára tesz szert ahhoz, hogy otthagyja a kötést, és vándorútra induljon a kristályban. Ez az elektron ilyenkor egy vezetési sávba lép, tehát egy vezető elektron lesz, és hát akkor vezet. Viszont nem ez az egyetlen dolog, ami történik. Másik dolog, ami történik, és amit itt láthatunk az animációban, az az, hogy miután az elektron kilépett a kötésből, utána a helyén marad egy lyuk. Ez a lyuk, ez pozitív töltésű egyébként. És ebbe a lyukba
a többi kötő elektronok vándorlással átjuthatnak, ilyenkor az elektron is vándorol, meg a lyuk is vándorol. Tehát egy tiszta szilícium kristálynak szobahőmérsékleten mégiscsak van némi vezetése, és ez a vezetés ez két részből tevődik össze, tehát az egyik szabad törtés hordozó az a delokalizálódott elektron, a másik pedig a helyén maradó lyuk, és ők ketten járulnak hozzá ahhoz, hogy ennek az anyagnak elektromos vezetése legyen. Hogyha én feszültséget kapcsolok az anyagra, akkor a pozitív töltésű lyukak a negatív töltés felé, vagy a negatív potenciál felé, a negatív töltésű elektronok pedig a pozitív felé kezdenek el vándorolni. Ez még önmagában nem félvezető elektronika, és nem is olyan különösebben érdekes, viszont a szilíciummal játszhatunk. Mit játszunk vele? Azt játszunk, hogy körbenézünk a periódusos rendszerben, milyen elemek vannak a szilícium környékén, és észrevesszük például szomszédját, a foszfort. Csináljunk egy olyan szilícium kristályt. Csináljunk egy olyan szilícium kristályt, amelyben beépítünk egy foszforatomot, itt középen ez a zöld, ő lenne az. Látjuk, hogy a foszfornak 5 vegyérték elektronja lenne, és ebből 4-jel szépen be is épül a szilícium kristályba, az 5. viszont nincs lekötve. Ráadásul ez az elektron, ez 0 Kelvin hőmérsékleten ott is marad a foszforatom környékén. Abban a pillanatban viszont, hogy a hőmérsékletet megnöveljük, ennek az elektronnak lehetősége lesz, szertesz annyi energiára, hogy a foszforatomot ott hagyja, és delokalizálódjék a teljes rácson keresztül. Ilyenkor maga mögött hagyja a foszforatomot, aminek innentől kezdve egy pozitív töltése lesz. Ilyenkor tehát ebben az anyagban potenciálisan megvalósulhat egy elektronos vezetés, és hát ezáltal, hogyha foszforatomokkal megtüzdeljük a szilícium kristályt, akkor egy a tiszta szilíciumhoz képest jól vezető anyagot fogunk kapni, amelyben a vezetést elsősorban elektronok végzik. Emellett természetesen az előbbi ábra, tehát ami a tiszta szilíciumnál megvalósul, hogy egy kötőelektron hagyja ott a kötést, és ezen kívül lyukak keletkeznek, az is jelen van, na de jóval kisebb mértékben, és ezért jóval kevésbé járul hozzá az effektív vezetéshez, mint ez a, mint a foszforból származó elektronok. Játszhatunk mást is a szilícium kristállyal, és tehetünk a szilícium kristályba például bóratomot. Itt középen van az a narancssárga, az egy bóratom. A bóratomnak 3 vegyérték elektronja van, és a 3 vegyérték elektronjával tud a szilíciumokkal kötést létesíteni. A 4. szilícium atom az szegény, az 1 elektronjával, ott a magányosan marad. Ha megemelem a hőmérsékletet viszont, akkor ez a kötés is betöltődhet, és ebben az esetben kicsit hasonló formában, mint ahogy az előbb az elektronnal, itt egy lyukam keletkezik, amely végig delokalizálódhat kvázi a kristályon. Jó, tehát, hogyha én a szilícium kristályomat bóratomokkal tűzdelem meg, akkor ebben a kristályban lyukak keletkeznek, és a lyukak adják az elektromos vezetést. Ők a többségi töltéshordozók. Elektronok természetesen, az előbbi a tiszta szilíciumra jellemző séma alapján még mindig vannak, de a lyukak a többségi hordozók. Az ilyet az P-típusú félvezetőnek fogom nevezni. És azért fogom P-típusúnak nevezni, mert ebben a többségi töltéshordozók azok pozitív töltési lyukak. Szemben az előbbi foszforral adalékolt szilíciummal, ahol pedig, amit N-típusú félvezetőnek hívtam, mert ott negatív töltésű elektronok adják elsősorban a vezetést. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az N és P-típus az nem jelenti azt,
hogy az egyik negatív lenne, a másik pedig pozitív. Mindegyikben ugyanannyi proton van, mint amennyi elektron, tehát a töltésük nincsen. De ha elektromos vezetés zajlik bennük, akkor más-más töltéshordozók játsszák a döntő szerepet az elektromos vezetésben. No jó. Mi történik akkor, hogyha én egy P és egy N típusú félvezetőt egymással kapcsolatba hozok? Hát ez a valóságban nem így történik, hogy én kapcsolatba hozom, hanem úgy állítom elő a szilícium kristályt, hogy az előállítás során az első felét azt N, a másikat pedig P típusú adalékoló anyaggal úgymond dópolom. Ebből a konstrukcióból lehet létrehozni az elektromos egyenirányítót, vagy úgynevezett diódát. A dióda az egy ilyesmi áramköri eszköz. Fizika órán már talán lehetett vele találkozni, és hát úgy működik, hogyha megfelelő polaritással kapcsolok rá elektromos feszültséget, akkor a diódán áram fog átfolyni, viszont, hogyha a polaritást felcserélem, akkor a diódán nem fogok tudni áramot keresztül bocsátani. Tehát a diódám az az eszköz, amely csak az egyik irányban fog vezetni. És hát mire lehet ezt használni? Hát például itt az elektronikai eszközeink, itt az asztalon is, ők jellemzően egyen áramról szoktak működni. A mobiltelefonunkat is például egyen áramról szoktuk tölteni, viszont a falban váltó áram van, tehát ez nyilvánvalóan egyen irányítani szükséges, és hát ehhez diódákat alkalmazunk. Na most hogy néz ki a dióda belülről? A dióda belülről úgy fest, hogy én egy P és egy N típusú vezetőt egymással kapcsolatba hozok. Itt éppen a P típusúban nyüzsögnek a lyukak, az N típusúban pedig nyüzsögnek az elektronok. Hogyha én ezt a kettőt egymáshoz érintem, akkor ezek észreveszik egymást, és az elektronok a lyukakat betöltik, tehát az N típusból kiürülnek az elektronok, a P típusból pedig kiürülnek a lyukak. Most tegyük fel, hogy két olyan vezetőt hoztam egymásból kapcsolatban, ami pont azonos mennyiségű elektront, illetve lyukat tartalmaz az egyik, illetve a másik oldalon. Mekkora mértékben fog ez megtörténni? Hát az a helyzet, hogy nem teljesen. Tehát, hogy a kapcsolódási rétegnél, a csatlakozási rétegnél ott ez megtörténik, igen, de ennek köszönhetően aztán itt töltések fognak fölhalmozódni, és hát ez a töltés fölhalmozódás, ez egy elektromos potenciált fog eredményezni, amelynek köszönhetően aztán további kicserélődés az nem mehet végbe. Tehát itt van egy energetikai egyensúly, hogy mennyire éri meg kicserélődni, annak ellenére, hogy az elektromos potenciál különbség létrejöttéhez fog vezetni. Mostan akkor nézzük tovább a videót, amely mutatja azt, hogy igen, ebben az esetben itt elektromos potenciál különbség jön létre. És hát ahhoz, hogy én ezt a diódát használjam, ezt az elektromos potenciál különbséget kell valamilyen úton, módon megváltoztatnom. Hogyha én olyan polaritással kapcsolok rá feszültségforrást a diódára, amelynek köszönhetően ezt a potenciál különbséget lecsökkentem, ehhez kell egy minimum, ami ezt lecsökkenti, akkor a diódám már is vezetni fog, hiszen akkor ez a közbülső réteg, ami töltéshordozók szempontjából kiürült, mert ott elektronok és lyukak párosítva voltak, az megszűnik, és hát akkor szabad vezetés lehetőségét fogom biztosítani. Viszont, hogyha fordított feszültséget kapcsolok rá, akkor nem, hogy legyőzném ezt az elektromos potenciált, hanem még szélesítem is ezt a tartományt, amiben a vezetés gátolt.
Tehát meg akarom mutatni a végén. Igen. Bocsánat. Csak azért is meg fogom mutatni ezt az ábrát, addig nem megyünk haza, mert... mert erre nekem szükségem lesz a későbbiekben. Tehát, hogyha én negatív... ugye mindenki emlékszik erre az ábrára most már, hogyha én negatív potenciált kapcsolok a diódra, vagy hát nem megfelelő polaritásút, akkor nem folyik áram, viszont a megfelelő polaritásnál egy bizonyos feszültség küszöb után ez így felszalad, ráadásul nagyon. Aki tanulta már matematikából az exponenciálist, annak mondom, hogy itt a feszültség megváltozásával az áram ennél a felszaladó szakaszon exponenciálisan nő. És hát aki még jobban tanulta az exponenciálist, az ezt meg is tudja fordítani, hogy itt akkor ha az áram a feszültséggel exponenciális viszonyban van, akkor a feszültség az árammal meg logaritmikus viszonyban van. Ezt majd később ki fogom használni, tehát emlékezzünk erre a görbére. Jó. Megbeszéltük a dióda működését, és akkor én most még elmondanám a tranzisztornak a működését. Hát a tranzisztort úgy lehet csinálni a legegyszerűbben, hogy az ember fog két diódát, és szembe kapcsolja. Itt például van egy N egy P-vel szembe kapcsolva, meg egy P egy N-nel szembe kapcsolva. És hát már megbeszéltük, hogy ilyenkor mindig létrejön az a bizonyos kiürült réteg itt a határon, ami hát blokkolja a vezetést. Ennek a dolognak kötelessége lenne nem vezetni, mert a két egymással szembe kapcsolt dióda, az, hogy mondjam, hát az egyik vezet az egyik irányba, a másik meg a pont a másik irányba, tehát akkor ők egyáltalán nem vezetnek. Viszont, hogyha azt a potenciál különbséget, ami ott középen a P-típusú félvezetőben létrejött, azt én lecsökkentem, akkor azzal valami olyasmit érek el, mint amit itt az ábrán mutatott kísérlet szemléltet. Tehát ennek a potenciál különbségnek a lecsökkentésével az egyik helyről, egy magasabb potenciálú helyről, a másik helyre én áramot fogok tudni átfolyatni. Most ebben az esetben ez egy folyadék. De hát valahogyan így működik a tranzisztor is. Fogok tehát egy réteget, ami jellemzően nem vezet, ez itt piros, és akkor oda teszek egy harmadik fémet, és arra feszültséget kapcsolva el fogom tudni érni, hogy a két N-típusú vezetőm között vezetés jön létre. Ez nagyon jó, mert akkor így csináltam valamit, ami egy nem mechanikus elven működő kapcsoló, tehát én feszültségszint ráhelyezésével, tranzisztorra helyezésével tudok kapcsolni. Ahhoz pedig, hogy működő elektronikai eszközt csináljak, ilyen picike tranzisztorból, ami majd itten mindjárt átalakul egy ilyen elektromikroszkópos képpé, egy csomót bele kell zsúfoljak a csipembe, IC-embe, processzoromba, és akkor lesz nekem működő elektronikai eszközem. Nyilván az, hogy ezt hogy kell megcsinálni, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Na de hát ez a dolognak az alapja. Az utóbbi időben, nem tudom én, amikor először láttam számítógépet, akkor 6 éves voltam, és hát azért elég béna számítógépek voltak. Mondjuk egy 100 megás merevlemezzel, hát most már az ember egy terrásat is szégyel. Tehát mondjuk az elmúlt 25 évben óriási fejlődésnek lehetünk tanulni. Hát akik nálam idősebbek, ők még több ilyen horror dolgot tudnak mesélni, számítógépekről, amik akkorák voltak, mint egy ház, stb. Most pedig hát a viszonylag jó számítási kapacitásra rendelkező eszközöket hordít a hallgatóság is a fal zsebében. Ez annak köszönhető, hogy az elektrotechnikai ipar eljutott egy olyan szintre,
hogy az alapvető alkatrészeknek, tehát az előbb bemutatott tranzisztornak a méretét, az sikerült nagyon-nagyon lecsökkenteni. Végezzünk egy ilyen fejszámolást, hogy vajon ezt meddig lehet tovább csinálni. Hát, hogyha valaki ismeri jól a számítógépét, amin mondjuk otthon szokott dolgozni, most úgy átlagosan olyan 2 GHz-es órajelet lehet egy számítógéptől elvárni, remélni. Ez ugye azt jelenti, hogy ő 2x19-en műveletet képes 1 másodperc alatt elvégezni. Ezt én összehasonlítom a fénysebességével, akkor abból azt kapom, hogy míg a processzorom elvégez egy műveletet, az alatt 15 centit előre halad vákumban. Na most ez egy nagyon meglepő adat, tudnék, ez nagyon kevés. Tehát azért ugye a fénynél gyorsabb dolgot nem ismerünk, és hát hogyha ez az általunk ismert leggyorsabb dolog is csak 15 centit megy, akkor ez utal valamire. Hát mekkora egy processzor? Hát egy processzor az ön körülbelül ekkora. Jó, tehát mondjuk 1,5 centiszer 1,5 centi, hát annál kisebb is van, meg nagyobb is van, de most nem menjünk bele, csak nagyságrendekről beszélek. És hát itt nyilván ahhoz, hogy ez egy műveletet elvégezzen, ebben elektronoknak kell suhanni. Az rendben van, hogy az elektronok lassabbak, tehát a processzor is kisebb, és nem fény suhan, hanem elektron. De hát azért már érezzük ebből az összehasonlításból is, hogy valahol mi a fizikai mérethatár közelébe jutottunk. Jó, lehet, hogy a méretet még le fogjuk csökkenteni a felére egyszer, az is lehet, hogy a tizedére, na de azért olyan sokkal többet nem fogunk azon már csökkenteni ezzel a szilícium alapú technológiával. Ha ezt tovább csökkenteném a méretet, akkor egyszerűen az lenne a baj, hogy ezeket a potenciál gátokat, amik ugye kellenek ahhoz, hogy egy eszközben bizonyos esetben ne legyen vezetés, tehát az ki legyen kapcsolva, azokat nem tudnám megvalósítani. Nem tudom, ez a helyzet. Tehát a kvantum részecskéknek a fizikája olyan, az elektron fizikája az olyan, hogy ez meg tud ugrani potenciál gátokat, hogyha közel van egymáshoz a gátnak a két vége, akkor is, hogyha erre elvileg neki nem lenne meg az energiája. Tehát ahhoz, hogy le tudjuk tovább csökkenteni ezeknek az eszközeinek a méretét, ahhoz a szilícium alapú félvezetők mellett célszerű új eszközöket is keresnünk, és hát erről szólna az, amit most molekuláris elektronikának nevezünk. Még? Jó. Itt vagyok, nagyon jó. Hát ezt az ábrát, ezt az Intel-től loptam, és hát ez mutatja azt, hogy milyen szépen sikerült lecsökkentenünk félvezető alkatrészeink méretét, hát itt már bőven a nanométeres mérettartományban vagyunk, és hát annak érdekében, hogy ezt tovább csökkentsük, célszerű megvizsgálnunk azt, hogy hogyan viselkedhetnek esetleg molekulák úgy, mint elektronikai eszközök, alkatrészek. Én fagyasztom le, tehát? Szerintem te, igen. Prezentációt fagyasztod. Most nem megállt az út, hanem lefagyasztod a powerpointot. Igen. Elnézést kérek, itt van egy kis technikai zavar. Lehet, hogy ne tegyük ki, jó? Most már úgy sincsen videóm. Nem. Talán hagyjuk így, jó? Ezt még húzzuk le. Kérem szépen, így is látható a dia?
mert akkor nem kísérletezem tovább a vetítéssel, ami az előadás egyébként Microsoft PowerPoint szoftverrel készült, és termék megjelenítést is tartalmaz. Innen köszönjük a remek munkát. Jó. No, tehát a molekuláris elektronikának a célja az, hogy az alapvető áramköri eszközök dióda tranzisztor viselkedését molekulák alkalmazásával érjük el. Hát ennek különféle előnye van, az egyik az az alacsony előállítási költség, a másik az a sokféle alkalmazási terület, hát nyilván mindenféle elektronikai területen lehetne egy ilyet alkalmazni. A lehetőség az elektromos áramkörök további méretcsökkentésére, de én igazából nem ezt hangsúlyoznám elsősorban, hanem azt, hogy hát szerves molekulák azok képesek bizonyos önszerveződésre, azokat nagyon sokféleképpen lehet alakítani, és ezáltal reményeink szerint, hogyha mi molekulákat alkalmazunk elektromos viselkedés megvalósítására, akkor azon majd tudunk alakítani, tudunk testre szabni, úgyhogy hát az a nekünk kívánt módon történjen, esetleg szabadabban, mint ahogy ezt a félvezető típusú alkatrészekkel meg tudtuk valósítani. És hát itt a molekuláris elektronikában nagyon gyakran szoktunk beszélni arról, hogy egy molekulás áramköri eszközöket szeretnénk létrehozni, tehát olyan eszközöket, amelyek nem csak egy molekulával, de egyetlen egy darab molekulával valósítják meg a kívánt működést, viszont ehhez hozzá kell tennem azt, hogy egy molekulás áramköri eszköz valójában nem létezik, sőt, még csak nem is célunk az, hogy létezzen, hiszen azt az egy molekulát, azt nekünk valahogy hadra kell fognunk, tehát azt kontaktálnunk kell valamilyen olyan módon, hogy hát abból aztán áramkört tudjunk építeni. Tehát igazából mi soha nem egy molekulának a vezetési tulajdonságait vizsgáljuk, legalábbis a kísérletesek nem ezt teszik, hanem egy fém, molekula, fém, úgynevezett MMM, tehát metal molecule metal kapcsolatnak a vezetési tulajdonságaira vagyunk kíváncsiak. És hát akkor hogyan lehet egy ilyen molekulán vezetést menni? Hát kérem, fogjuk a molekulát, valamilyen úton-módon kontaktáljuk, majd azt mindjárt megbeszéljük, hogy hogyan. Alkalmazunk egy feszültségforrást, meg egy áramerősségmérőt, és akkor vizsgáljuk a vezetését, amely az áramerősség per a feszültség, vagy hát az ellenállását, ami meg ennek a reciproka. Milyen módszerrel tudunk kontaktálni molekulákat? Hát itt az egyik módszer az a pásztázó alagút mikroszkópián alapul. A pásztázó alagút mikroszkópiát, azt angolul úgy mondják, hogy scanning tunneling microscopy, és STM megszokás rövidíteni. A pásztázó alagút mikroszkópia úgy működik, Schiller Tamer úr előadásában már volt róla szó egy picit, ugye ez az a módszer, amivel atomi felbontásban tudunk felületeket látni. Méghozzá úgy, hogy fogunk egy vezető mintát, meg egy vezető tűt, és akkor ezt a tűt ezt hozzá közelítjük a mintához. Ehhez a közelítéshez mi nagyon pontosan működő pozícionáló eszközöket használunk. És hát amikor ezek közel kerültek egymáshoz, már nagyon, de még nem ér hozzá, akkor ott fogunk tudni mérni valamekkora, és ráadásul a távolságtól függő, picinked azért mérhető áramot. Ezt alagút áramnak hívjuk, és hát ez annak köszönhetően lép fel két egymáshoz közel elhelyezett vezető között, hogy ugyan ők nem érintkeznek, ugyan közöttük mondjuk vákum van, vagy hát valami, de nem érintkeznek, mégis az elektronnak a tulajdonságai azok olyanok, hogy ez egy bizonyos valószínűséggel meg fogja tudni ugorni ezt az akadályt, és hát ez a valószínűség, ez exponenciálisan arányos azzal, hogy ők mennyire vannak egymáshoz közel. És hát, hogyha én erre a felületre rátelepítek valamilyen módszerrel molekulákat, amit jellemzően úgy csinálok meg, hogy fogom az arányfelületemet,
és azt belemártam olyan molekuláknak az oldatába, amiket én mérni szeretnék, és amelyek erre a célra alkalmasak, és elérem azt, hogy a molekulák ellepjék a felületet. Ezt hogy kell csinálni? Hát ezt úgy kell csinálni, meg kell beszélni egy szerves kémikussal, hogy csináljon olyan molekulát, amit én mérni szeretnék, és ezt lássa el olyan csoporttal, ami majd az én fémemhez, ami rendszerint arany, nagy affinitást fog mutatni, és oda fog rá telepedni. Például az olyan molekulák, amelyek kénatomot tartalmaznak, azok rendszerint ilyenek, tehát egy kénatom az nagyon szívesen oda fog kötődni az arany felülethez, és hát akkor a molekuláim azok szépen oda rendeződnek a felületre, itten ezek a zöld bogyók akarnak lenni a molekulák, és hát akkor, hogyha én a tűmmel közvetlenül a molekula fölé állok, akkor tudok molekuláris vezetést mérni. Mindjárt még ennek a további kérdéseiről fogunk egy picit beszélni. De nem csak ilyen tűt lehet használni, lehet olyan tűt is használni, amely egy ilyen mechanikailag érzékeny berendezés, ez az úgynevezett atomi erőmikroszkópia módszeréhez kapcsolódik, és hát az atomi erőmikroszkóp úgy működik, hogy az egy ilyen picike tű, amit végig lehet húzni felületen, és az mechanikailag érzékeny ott a felület alakjára, morfológiára. A nézetét azt lehet monitorozni oly módon, hogy az ember egy lézerpöttyöt rávetít a tű tetején lévő tükröző felületre, és hát ennek a visszaverődéséből, a pötty visszaverődésének helyéből majd tud következtetni arra, hogy hát a tű milyen alakú felület fölött haladt el. Ilyen elrendezésben is lehet molekuláris elektronikai vizsgálatokat végezni, feltéve, hogy a tűnek a vége és csak a vége az vezet. Na most ez akkor egy külön kérdés ebben a kutatásban, hogy hogy lehet olyan tűt csinálni, aminek pont a legvégén lévő két atom vezet, és egyébként meg egyáltalán nem vezet a tű, és hát ezzel nagyon szépen lehet játszani, és ki tudjuk egészíteni mechanikai információval a vezetési tulajdonságot. Ez egy érdekes téma. Ezen kívül hát aztán van még egy olyan módszer, ami relatív egyszerű. Itt azt mondja, hogy fogunk egy arany drótot, amit ráragasztunk valami hajlítható lapra, bevágjuk egy picit a közepét, és utána ezt a lapot egy ilyen emelőszerkezet segítségével megnyomjuk, akkor az meghajlik, akkor a drót ott, ahol be volt vágva, az elszakad, és hát akkor a végek azok eltávolíthatók, visszaközelíthetők egymáshoz, függen attól, hogy hogyan pozícionáljuk itt ezt a tuskót, ami a lap alatt van. Most nyilván finoman kell ezt csinálni, meg ehhez megvannak a különböző mechanikai szerkezetek, elektromos feszültség hatására hízékony kristályokat, meg ilyesmiket lehet erre a célra használni. Jó, de ezek a módszerek, ezek nyilván elsősorban vizsgálati módszerek, tehát ők önmagukban nem alkalmazhatóak a molekulák elektronikai tulajdonságainak kihasználására, hanem arra, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogy mi történik egy molekulában, de hát lehet olyan eszközöket is készíteni, amiben aztán a molekulák fixáltak. Itt például a bal oldalon egy olyan litográfiás eljárással készült templát van, ez egy arany templát, ahol hát ezek a kivezetések, ezek itten középen nagyon vékonyka drótokká érnek össze, és akkor ez az egész ez le van fújva valami védőréteggel, ami oxidációtól meg kiméli ezt az aranydrótot, kivéve itt középen. És akkor, hogyha én azt oxidálom, tehát tönkreteszem az aranydrótot valamilyen molekuláris közegben, akkor remélhetem azt, hogy esetleg oda, ahol én azt pont tönkretettem, oda majd be fog nekem ékelődni egy olyan molekula, amely ráadásul két felén van, ellátva olyan csoporttal, amely az aranyhoz kapcsolódni képes. Van sansza annak, hogy ez nem sikerül, de hát van itt néhány hozzávezetés ezen a templáton, tehát próbálkozni lehet
a kísérlettel. A jobb oldaliról most nem beszélek. Jó, hát minden esetre azt nézzük meg, hogy hogy működik egy ilyen az STM mérésre jellemző dolog. Tehát ez az, amikor ugye fogok egy tűt, és azt hozzá közelítem a felülethez. Hát az elején megközelítem a... Itt ezt most naívan mégiscsak kitettem, mert utána majd kellene fog nekem azért az, hogy animálni tudjak. Hát az elején megközelítem a fémfelszínt, és azt látom, hogy egy körülbelül nullás vezetést fogok mérni. Tehát itt a két fém közén kívülről alkalmaztam egy potenciálkülönbséget, és hát itt körülbelül nullás vezetést mérek, még messze van egymástól a tű meg a minta. Aztán utána jobban hozzá közelítem a tűt a mintához, és akkor azok egyszer csak érintkezni fognak. Itt. Itt fogok mérni egy viszonylag nagy vezetésértéket. Ez a G értékem, ez itt viszonylag nagy lesz. Aztán, hogyha én elkezdem ezt most elhúzni a felülettől, akkor azt fogom látni, hogy fog alakulni egy olyan kapcsolódási pont, ahol egy atom a mintából egy atommal a tűből alkot kapcsolatot. Ennek a vezetése, ez egy fizikai állandó egyébként, 77,84 mikroszímens, hogyha az ember kíváncsi rá, tehát ez a mikroszímens, ez a mikroamper per volt. És hát itt ezt lehet egy atomos vezetésnek nevezni. Aztán utána, hogyha ezt is elhúzom, akkor ez el fog szakadni, és akkor a vezetésérték, amit mérek, itt az alsó képen valahol van nekem egy ilyen, nem? Igen, tehát akkor a vezetés, amit itt mérek, az már kisebb lesz ennél az egyatomi vezetésnél. Hogyha még inkább elhúzom, akkor pedig előfordulhat az, hogy beleakad egy molekula, és hát akkor a vezetés, amit mérek, az erre a molekulára jellemző érték lesz. Aztán amikor elhúzom, akkor körülbelül nulla áramot, vezetést fogok mérni, vagy hát valami zajnak megfelelő értéket. Természetesen ez a legszerencsésebb eset, mert van olyan, hogy nem akad bele molekula, akkor nem fogtam semmit, van olyan, hogy több molekula is beleakad, az megint nem jó. Ezt a mérést tehát nem egyszer kell megcsinálni, hanem nagyon-nagyon sokszor, és hát utána valamilyen matematika alapján ki kell válogatni azt, hogy hát melyik volt sikeres, és melyik nem volt sikeres, és hát aztán azokból kell valamit számolni. Ezt majd megmutatom. Minden esetre, amit érdemes megjegyezni a méréssel kapcsolatban, az az, hogy itt adott esetben 10-12 ampereket, tehát pikoampereket kell mérjek, míg itt adott esetben néhány száz mikroampert kell mérjek. Jó, tehát az áram tartomány, amit nekem ráadásul nagyon gyorsan, mert ez a közelítés, elszakítás, ez nagyon gyorsan történik meg, amit nekem tanulmányoznom kell, az igen csak kiterjedt. Úgy tudom lefordítani tömegmérésre például, hogy nekem kell egy mérleg, amivel meg tudom mérni az egyébként 6 tonnás elefántot, meg az egyébként 60 mg-os méhecskét is, a másodperc tört részén belül, úgyhogy nincs időm a mérlegen semmit sem átépíteni. Na most ugye ez, akkor ezt látjuk, hogy ez nehéz. Tehát az a mérleg, amelyikkel meg lehet mérni az elefántot, az nem fog megrezdülni se attól, ha rászáll a méhecske. És hát a méhecske mérésére alkalmas mérleggel meg nagyon csúnya dolgok történnek az elefánt alatt. És hát utána nem lesz alkalmas se elefánt, se méhecske mérésre. Tehát ez egy bonyolult méréstechnikai feladat. Viszont megoldható méghozzá úgynevezett logaritmikus konverterek alkalmazásával, azoknak mondom, akik egy kicsit nagyobbak, és matematikában már tanulták a logaritmust, egy ilyen mérőberendezéssel hát nem az áramot mérjük, hanem az áram nagyságrendet, egy az áram nagyságrenddel arányos feszültségjelet, és hát ráadásul ezt a mérést egy megfelelő elektronikának az alkalmazásával kellően gyorsá és kellően pontossá lehet tenni ahhoz,
hogy az alkalmas legyen molekuláris elektronikai vizsgálatokra. Az, hogy én dolgoztatom az egyik legjobb ilyen készülékkel, azt Mészáros Gábor barátomnak köszönhetem, két dolgozik a KKK-iban. Ezt ő építette meg, és ez remekül használható ilyen célra, tehát ez egy olyan magyar fejlesztés, ami azt hiszem, hogy végül is világszínvonat jelent ebben a kutatási témában. No hát, hogyha megmértük ezt az áramot, akkor érdemes ezeket az áramgörbéket ábrázolni. Hogy néz ki egy ilyen áramgörbének a lefutása? Hát kapásból azt mondom rá, hogy nem szép. De hát Istenem, hát ez a helyzet, majd mérünk belőle többet, és akkor megpróbálunk többet megtudni. Itt hát a távolság függvényében érdemes a mért vezetéseket ábrázolni, és hát azt látjuk, hogy az az áram, amit mérek, az jó esetben szenved egyszer csak egy nagy törést. Érdekes módon, onnan tudom, hogy a mérésem az valamennyire jó, ez a törés, ez mindig annál az áramnál van, ami az a 77,8 mikroszímens környéki vezetésnek felel meg, tehát ahol nekem elszakad az utolsó fématom-fématom kapcsolatom. Utána van egy ilyen hirtelen esés, utána mérek valami áramot, amit hát figyelem, ez egy logaritmikus skála, olyan hozzávetőlegesen, tehát mintha lenne neki egy egyenes alapja. Látható, hogy én itt erre, ez egy programból van ez a kép, és ezt én írtam, én elsősorban szoftveres oldalról közelítem a problémát. Hát itt valami teszt nem sikerült, de hát azért ennek olyan körülbelül egyenesnek kellene lennie egy logaritmikus skálán, hiszen azt mondtam, hogy ez az alagút áram, ez a távolság növekedésével exponenciálisan csökken, na most akkor az logaritmikus skálán egy egyenes. Utána viszont fogunk mérni valamit, ami körülbelül egy olyan platónak felel meg, és hát amit a molekuláris vezetésnek gondolunk. Hát egy ilyen görbéből sok mindent mondani azért nem lehet. Ez a görbe egy mérésnek, amely 1728 görbe felvételéből állt a 248. görbéje, de hogyha megnézzük az 1728 görbét, és kiszórjuk belőle azokat az adatokat, amiket szemétnek gondolunk, akkor abból mindenképpen fogunk tudni csinálni a statisztikát, amely azt mutatja, hogy hát milyen vezetések milyen gyakorisággal fordulnak elő ebben a rendszerben. Erről én most többet nem beszélek, inkább egy másik, ennél szemléletesebb statisztikát mutatok, amely hát azt mutatja meg, hogy milyen távolságban bizonyos vezetések mekkora valószínűséggel fordulnak elő. Itt hát azt látjuk, hogy ilyen atom-atom kapcsolatunk az nagyon nagy valószínűséggel lesz a görbéken a nulla körüli távolságban. Aztán lesz egyszer majd csak zajom is, amikor ugye leesett a vezetés körülbelül a nullába messze az elektródtól, és hát közben pedig itt érdekes, hogy nagyjából a molekula méretre jellemző távolságban lesz egy bizonyos vezetési értékem, nagy valószínűséggel, amit a molekula vezetésének tulajdoníthatok. Tehát egy mérésből ezt nem sikerül kihozni, mert néha nem akad közé a molekula, stb. Viszont a mért adatokból lehet csinálni egy olyan statisztikát, ami valamit mutat. Na hát térjünk rá arra, hogy akkor molekulákat hogyan lehet, ha már most megbeszéltük, hogy hogyan lehet a vezetésüket tanulmányozni, hogyan lehet molekulákat áramköri eszközként, például diódaként, vagy tranzisztorként alkalmazni. Az ötlet az 1974-es, és Aviram és Ratner munkája, ez egy tisztán elméleti kémiai munka, amely azt mondja, hogy ha van egy molekulám, aminek az egyik oldala az potenciálisan elektron akceptor, a másik oldala pedig potenciálisan elektron donor tulajdonságú, akkor ezt érdemes lenne beépítenem két fém közé, mert itt félvezető típusú, tehát diódára emlékeztető egyenirányító működést várok. Hát ezt igazából nem sikerült beépíteni, ezt a molekulát. Ez megmaradt a számítások
szintjén, viszont ez adott ötletet arra, hogy elkezdjenek, hogy mondjam, abba az irányba tapogatózni kutatók, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot megvalósítani. És hát aztán, amikor a 80-as évek végén jött az STM, akkor egyből elkezdték az STM-et ilyen célra is használni. Először azonban nem egy molekulával valósítottak meg diódszerű működést, hanem molekuláknak egy rétegével, itt van egy molekula réteg, rajta egy fémrétegen, és hát akkor erre a fémrétegre egy óvatos leválasztással a másik oldalon szintén egy fémréteget hoztak létre, és hát ennek a molekulának aztán olyan tulajdonságai vannak, hogy az egyik oldala az potenciálisan donor, a másik oldala pedig potenciálisan akceptor jellegű, elektron-donor elektron-akceptorról van szó, és hát ez akkor azt jelenti, hogy ő rajta az egyik irányban jóval könnyebb lesz elektromos áramot áthajtani, mint a másik irányban. Nézzük meg a feszültség függvényében az áramerősséget ábrázolva, egy ilyen görbét kapunk. És hát ugye, amikor nekem nem sikerült megállítanom itt az animációt, akkor mutattam, hogy működik a dióda, hát így működik a dióda. Na hát akkor ez egy molekuláris dióda, igaz, hogy nem egy molekula, hanem egy molekulafilm az, ami itt diódaként funkcionál. Ez egy működő eszköz. Egy molekulával is lehet diódát csinálni, akinek ismerős ez a váz, ugye ez a porfirin váz, és ez egy tetrafenil porfirin molekula, leválasztva egy arany rétegre, és hát itt, ebben a molekulában, hogyha egy STM tűvel fölé állunk az egyik nitrogénatomnak, akkor pontosan emiatt az aszimmetrikus donor-akceptor molekula szerkezet miatt egy ilyen viselkedést fogunk látni, itt ezt a piros görbét. Érdekes módon egyébként a molekuláról egy viszonylag nagy tűfeszültség alkalmazásával el lehet lopni az egyik hidrogénatomot, és ebben az esetben ez a viselkedés ez megszűnik, és a zöld vonalra emlékeztető, hát ez egy ellenállás jelleg görbére hasonlít, módon megszűnik a félvezető tulajdonság. És hát akkor hoztam egy példát tranzisztorra is. Ez nem a legjobb példa, meg nem is a legújabb, de azért ezt hoztam, mert ebben én is benne voltam, és gondoltam, hogy reklámozom egy kicsit a saját ügyeimet. Ugye a tranzisztor az egy háromlábú eszköz szemben a diódával, tehát a tranzisztornál a kapcsolást azt valamilyen oly módon kell megoldani, hogy hát ott még egy harmadik láb is kell ehhez. És itt ennél a kísérletnél azt találtuk ki, hogy jó, fogjunk egy molekulát, és ez a molekula ez tartalmazzon egy ilyen antrakinon vázat, mint itt. Ezt a molekulát vigyük föl egy fémrétegre, de úgy, hogy utána tegyünk rá egy oldatot, tehát hogy ez vizes közegben legyen, bocsánat, ez nem vizes közegben, vagy ez valami szerves közegben van, nem érdekes. Fölvisszük, utána a szerves közeget eltávolítjuk, kicseréljük egy vizes közegre, és elhelyezünk az oldatban egy másik elektródot. Na most ebben az esetben meg tudjuk azt csinálni, a másik elektród segítségével, hogy a mi vizsgált molekulánkat, ami itt van egy fémrétegen, azt megoxidáljuk. Ebben az esetben ilyen formában van, ugye itt kettős kötéssel kapcsolódnak oxigének, kinoidális formának nevezik, mert itt ezek ilyen a ketonokra emlékeztet ez a szerkezet. És hát itt pedig, hogyha utána megredukálom, elviszem negatív irányba, akkor pedig ilyen hidroxi, tehát ilyen fenolos hidroxid csoportok alakulnak ki. A két, tehát a redukált és az oxidált szerkezet között pedig az a legnagyobb különbség, hogy az a rendszer, amit konjugált kettős kötés rendszernek szokás nevezni, az az egyik esetben fönnáll, tehát a redukáltnál megvan, az oxidáltnál meg nincs meg. És hogyha én vezetést mérek egy ilyen molekulán, akkor a vezetés az függni fog a redukáltsági
tehát az oxidáltsági állapot, ha redukált a molekula, akkor jobban vezet, mert ott megvan ez a konjugált kettős kötésrendszer, ha meg oxidált, akkor meg kevésbé. És hát ez ugye valami olyasmi, amit a tranzisztor tud. Ide csináltam egy animációt, amely átalakítja a molekulát a tranzisztorrá, hogy ez sikerüljön szemléltetni, hogy itt pontosabban miről is van szó. Hát, tehát ugye az előadás során beszéltünk a félvezető elektronikának az alapjairól, és akkor azt ígértem, hogy eljutunk oda, hogy molekulákkal sikerül modelleznünk dióda és tranzisztorszerű viselkedést. Hát itt kérem szépen, ez a vezetésváltozás, amit itt elértünk, ez két nagyságrend. Nagyon jó, villamosmérnökök nem látogatják az előadást. A villamosmérnökök is látogatnak az előadást, akkor ők majd visítva fölröhögnének azon, hogy én örülök annak, hogy van egy olyan tranzisztorom, aminek a kikapcsolt és bekapcsolt állapotában a vezetésében két nagyságrend különbség mutatkozik. Hát ez a félvezetőknél most olyan 10 nagyságrend környékén kéne, hogy legyen, tehát sehol sem vagyunk a molekulás elektronikával. Na de ez mind technológiai kérdés, hogy hol leszünk, tehát azért a félvezető elektronika sem úgy indult, hogy ahogy az a mai szinten áll. Úgyhogy ezzel a kérdéssel szerintem érdemes és kell is foglalkozni. Eljött a köszönetnyilvánítás ideje. Én ezeket tehát a molekuláris elektronikának a témájával Svájcban ismerkedtem meg, és hát itt most sajnos szomorú kötelessége megemlékezni Tomasz Vandlovsky professzor úrral, akinek a csoportjával én együtt dolgoztam, és akinek köszönhetően Svájcba kijutottam. Hát ő nagyon beteg volt, és most nyár óta már nincs velünk. De hát mégiscsak neki köszönhetem azokat a szép hónapokat, amiket én Svájcban eltöltöttem, és ide, hogy egy kicsit vidámodjunk, kitettem néhány szép képet, ahol szívesen jártam. Nagyon szépen köszönöm!